Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ahogy minden héten, ez alkalommal is izgalmas, tartalmas, no és változatos programokkal készültem önöknek. Kiállítások, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok, koncertek, színház, mozi, csak hogy néhányat említsek. Érdemes lesz tehát ma is velem tartani. Új időszaki kiállítás a Liszt Múzeumban. A kiállítás Liszt két életszakaszát mutatja be, amely Itáliához kötődik. A fiatal zongora, művész és zeneszerző Lisztet, aki 1837 és 1839 között főleg Észak-Itália városaiban tartózkodott, majd az 50 éves művészt, aki Rómában, az örökvárosban telepedett le. Az első életszakasz észak-olaszországi élményeit, azoknak az életműre kifejtett hatását veszi górcső alá, míg a római szakaszban különleges dokumentumokat és zenét összefüggéseket is bemutatnak. Az Itália hatása Liszt Ferencre című nemzetközi kiállítás megnyitója a Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc kamaratermében lesz, május 11-én csütörtökön este 6 órakor. A kiállítás ezután egészen jövő év májusáig látogatható a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban. Szeretettel várnak mindenkit! A fából faragott királyfi az operában. Bartók első színpadi műve, a Balázs Béla szövegkönyvére komponált balett 1917-ben mutatkozott be a közönségnek. A bemutatójának tehát pont 100. évfordulóján vadonatúj és különleges koreográfiával tér vissza a darab az Operaház színpadára. A mű minden új értelmezésének célkitűzése egy lépést tenni a korszerűség irányába, feloldani vagy épp aláhúzni a naív mese és a bonyolult zene közt feszülő ellentétet. Ezt a feladatot vállalja Frenák Pál, nemzetközileg elismert táncművész és koreográfus, aki saját együttese élén már a világ élvonalába került. A fából faragott királyfi a koreográfus első munkája lesz a Magyar Nemzeti Balett számára. Különleges évfordulós előadásra várják az igényes zene és balett szerelmeseit május 12-én pénteken este 7 órakor. Ártmozik éjszakája 2017. 2017. május 12-én ismét kimarad a záróra 5 budapesti filmszínházban. Az Ártmozik éjszakáján este 6-tól hajnalig folyamatosan mennek a filmek a Puskin, Toldi, Kino Café és a Tabán mozikban. Természetesen a népszerű Terézvárosi mozi sem maradhat ki az egyedülálló sorozatból, így a Teréz körúti művészmozi is számos remek filmmel készül a hosszú nyitvatartásra. Jó hír, hogy csak ezen a napon újra látható lesz Nagyvászlon Chaplin egyik legnagyobb klasszikusa, Modern idők. Emellett vetítik többek között a Teljesen idegenek, vagyis a kitárulkozó olaszokról szóló filmet is, de Peterson, a költői buszsofőr is teljes szívből tekeri ismét a kormányt. Az új filmek közül visszatér az emlékezetesen fordulatos idei Oscar-gála két nagy nyertese, a Kaliforniai álom és a Holdfény is. Remek filmek, 5 ikonikus mozi, egy teljes éjszakán át mindössze egyetlen karszalag megvásárlásával. Ez várja tehát az érdeklődőket május 12-én az Art Mozik éjszakáján. Japán napok a Hopp Ferenc Múzeumban. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum ezúttal két napon keresztül Japánba repíti el a látogatókat. A kétnapos ünnepség az évente megtartott Japán napok hagyományteremtő folytatása, ahol a cél a japán kultúra bemutatása hagyományos japán értékek hasznosításának, elsajátításának igényével. A programok között lesz többek között Kiyokito Taiko dobkoncert, kimono bemutató, origami és ikebana készítés, előadások, de természetesen a japán gasztronómiával is meg lehet ismerkedni. A programok 2. 6. kerületi helyszínen zajlanak, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertjében és a Bajza utcai Nemzetek házában. Izgalmas japán utazásra várják a résztvevőket május 12-én és 13-án a Hopp Ferenc Múzeumban. Illényi Katica koncert a Szent Teréz templomban. Illényi Katica, Liszt, Artisius és Emerton díjas hegedű művész, Magyarország érdemes művésze. Katicát nem csak itthon, de a világ számos pontján is elismerik. A hazai zenei kultúrát nemzetközileg reprezentáló művészek sorába választották, Kocsis Zoltán, Rost Andrea és Sebestyén Márta mellett. Hegedül, énekel, táncol, steppel és tereminen is játszik, amely egy olyan hangszer, amelyet nem kell megérinteni ahhoz, hogy megszólaljon. Illényi Katica különleges koncertet ad csodás környezetben, az Avilai Szent Teréz templomban május 13-án este 7:30-kor.
Miniverzum ünnep. Idén 3 éves a Miniverzum, a világ egyik legnagyobb modellvasút kiállítása. Ez alkalommal különleges hétvégére várják a kicsiket és a nagyokat. A standard interaktív kiállítás mellett játszóházi buli, kézműves foglalkozások, arcfestés, szülinapi kvízjáték, bábos kalandoknó és egy izgalmas rekordkísérlet várja a látogatókat. A szervezők arra buzdítanak, akitnek csak van, vigye el kis nohab mozdonyát, hát ha együtt sikerül a csúcsot felállítani. A vonatok és a vasút rajongóit fergeteges szülinapi programokkal várják tehát május 13-án és 14-én. A különleges szülinapi hétvégén a Miniverzum kitelepül az Andrássy útra, ahol további érdekes, ingyenes programokkal és játékokkal várnak mindenkit. Riviera Girl az Operett Színházban. Egy Monte Carlo-i kaszinó fergeteges éjszakáin, vérforraló swing kíséretével lélegzetelállító dívák és naív urilányok, kalandor arisztokraták és szélhámos szerencsevadászok hajszolják a szerelmet, a boldogságot, no és a pénzt. Forog a rulettkerék, és ki tudja, mikor, kinek, hol áll meg a golyó. Szerencsét hozzá, vagy a végső összeomlást. A Kálmán Imre Teátrum nyitó előadásának bemutatóján főbb szerepekben ismert színészeket láthat a közönség, mint Lévai Enikő, Szendi Szilvi, Kerényi Miklós Máté vagy Vasvári Csaba. Szeretettel vár mindenkit a Riviera Girl premierje május 14-én vasárnap este 19:30 az Operett Színházban. Színes programok a Hunyadi téren. Az Andrássy út mögött található kis tér mindig is Terézváros egyik leghangulatosabb tere volt. December 2-ától azonban megújult külsővel és belsővel várja az odalátogatókat. Egész évben programokkal, kulturális eseményekkel készülnek a szervezők. Ha csicsergő madarak és jó idő, akkor a hagyományosan megrendezett tér-zene-zene-tér rendezvénysorozatra várják az érdeklődőket. Most szombaton, azaz május 13-án a Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat műsorát élvezhetik az érdeklődők, amely keretén belül az Akropolis kompánia lép színpadra. Igazi görög életérzéssel, no és nagy szeretettel várnak mindenkit. A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen látogatható. Terézváros eseményei után nézzük, milyen program lehetőségek vannak Budapest más pontjain. Zsidó művészeti napok. A zsidó művészeti napokat 2016 tavaszán rendezték meg először. Az új rendezvénysorozat a zsidó kultúra sokszínűségét változatos művészeti produkciókkal több belvárosi helyszínen mutatta be az érdeklődő közönségnek. Az ismert kulturális terek, mozik, színházak és koncerttermek mellett, mint például a Zeneakadémia, Uránia Nemzeti Filmszínház, Átrium Színház, A38 hajó, BMC, a lazább atmoszférájú Erzsébet városi kulturális, gasztronómia és szórakoztató terek és különleges programok várták a látogatókat. 2017-ben sem lesz ez másképp. Május 6-ától 14-ig hasonló összművészeti zsongás várja a zsidó kultúra irányított közönséget számos budapesti helyszínen. Szeretettel várják az érdeklődőket. 3. Vegán Food Fest. Sokan divatnak tartják, hogy valaki nem fogyaszt állati eredetű fehérjét, mások úgy vélik, állatvédelmi okok állnak e döntés mögött. Az azonban tény, hogy napjainkban egyre többen szenvednek a laktóz és kazein érzékenységgel járó tünetektől. Nekik szeretnének kedveskedni a következő rendezvényen, no és azoknak, akik nyitottak az egészségtudatos növényi alapú étkezésre. Idén tavasszal 3. alkalommal rendezik meg hazánk egyetlen olyan fesztiválját, amelyet az izgalmas növényi étel különlegességeknek dedikál. Milyen egy vegán hamburger, egy fagylalt? Milyen alternatívák vannak az állati tejtermékek helyettesítésére? No és milyen bűntudatmentes desszertek léteznek? Érdekes kiállítók, látványos főzősök, ismert előadók, no és finom, egészséges ételek. Ezekkel és nagy szeretettel várnak mindenkit május 11-e és 14-e között a 11. kerületi bevásárlóközpont melletti sétányon. Zárásként fogadjanak szeretettel egy izgalmas, több mint egy hetes vidéki eseménysorozatot. Szeged napja ünnepség sorozat. A 10 napos Szegedi Fesztiválon minden a mulatságról, a jó ételekről, finom borokról, no és a minőségi szórakozásról szól. A város 10 helyszínén 150 borászattal és étkezési lehetőséggel, 200 kézműves standdal és 250 programmal készülnek a szervezők. A Széchenyi Téri Borfesztiválon fellép többek között Radics Gigi, Détár Enikő, Gájer Bálint és Tóth Vera, de minden nap 5 színpadon folyamatosan zajlanak az események. A gasztroudvarban számtalan pincészet, pálinka és gasztropavilon, míg a kincstéren meg annyi bemutató natúr és biotermék őstermelő várja a vásárlók. Ez és sok más érdekes programra készüljenek tehát a Szegedre látogatók május 12-e és 21-e között. A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Ez volt már a programajánlónk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy azt megtehetik az infokukac@hatoscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!